Az Eto január 5-én kezdte el a felkészülést a bajnokság tavaszi szezonjára. Az első két nap orvosi vizsgálatokkal, állapotfelmérő tesztekkel telt. A keret a tervek szerint az MB3 rajtjáig Győrben dolgozik. Január 9-től már napi két edzés szerepel a programban. Ebben az időszakban elsősorban az alapálló képesség megszerzése a cél. 11 nap múlva már felkészülési meccset játszik a csapat. A játékosok a szünet alatt kaptak olyan házi feladatokat, ami azt feltételezik nyilvánvalóan, hogy ne a nulláról kezdjük a felkészülést, hanem egy emeltebb szintről tudjunk elkezdeni dolgozni. Az első két hét az tiszta felkészülés lesz, aztán szépen folyamatosan bekapcsolódnak az edzőmérkőzések is, úgyhogy játszunk 9 edzőmérkőzést. A felkészülési mérkőzések sorozatát 21-én kezdi az Eto'o Sopronban lép pályára, 24-én a Szolnok látogat Győrbe, aztán 26-án a Csákvár, 28-án már két mérkőzést is játszik a csapat, egyet délelőtt a Zalaegerszeg, egyet pedig délután a szlovákiai Bős ellen. Az utolsó felkészülési találkozó február 7-én lesz, az első bajnokiát pedig február 18-án András Hidán játssza az Eto'o.